Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Pacsi vagyok, és a mai videóban azt fogom nektek bemutatni, hogyan tudtok felcsatlakozni privát szerverre, vagy a Tauri wolf.taurira, elnézést, vagy pedig a Bloodsurce-ra, amin ugye én játszok, persze Taurin is játszok. A Bloodsurce-ra úgy tudunk felmenni, azt is felmenjünk a weboldalra, bloodsurce.hu-ra, rákotítunk a letöltés menüpontra, és itt letöltjük, amelyik nekünk tetszik, vagy a megát, de érdemesebb a torrenteset letölteni. Itt le is írja, hogy kell, hogy csomagolt ki, és indítsd el a BSWOW exe-t. Jó, hogyha ezt letöltöttük, akkor bemegyünk a letöltésekbe, a Bloodsurce-re. Ez egy WinRAR file, itt megnyitjuk a Bloodsurce 6.2.4-et, ugye ezt találjuk benne. Ez ugye nem elég, mert kell a játékhoz egy kliens. Ha letöltjük a battle.net-et, mert ezt le kell tölteni, ezt megnyitjuk. Jó. Bementünk a battle.net-be, itt láthatjuk a World of Warcraft Starter Edition-t. Ugye ez nem az eredeti World of Warcraft, csak 20-as szintig lehet benne fejlődni. Itt nektek az lesz, hogy install, ezt letöltitek, aztán pedig elindul a játék, amit bezártok. Jó, ezek után, ha ezt a játékot itt telepítettétek, azt úgy lehet beállítani, hogy itt erre a kis nyíloskára elmentek. Settings, Game Install Updates, és itt kiválasztátok, hogy hova szeretnétek telepíteni, ugye nekem ide van rakva, de nem ide tettem a játékot, úgyhogy hey yeah, Games, World of Warcraft, és itt majd megfogjátok azt a WinRAR fájt, amit letöltöttetek privát szerverbe, és belehúzzátok. Itt látjátok, nekem ott van BSWOW cucc combo, és ezt csak el kell indítani, és már működik. A Tauri Wolf-t úgy tudjátok letölteni, hogy felmentek a tauriwolf.com-ra. Igen. Fel is mentünk a weboldalra, csak még be kell ezt azt tölteni, de ez lényegtelen. Jó, itt beregisztráltok, ugye én most be vagyok jelentkezve, ott a kreditem, amit vásároltam. És igen, kreditet az pénzért kell venni, de ez most lényegtelen. Itt van egy olyan kliens letöltése. Rákatintotok, ugye az be kell jelentkezni. Letöltődik a kliens, ti kaptok egy ilyet. És itt a kataklizmát kell letölteni, itt lesz egy olyan telepítés, mert a voltéka az annyira nem híres. Ezt letöltöttétek, és be tudtok lépni a játékba, bejelentkeztetek a felhasználói, és jelszavatokkal is játszatok. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, sziasztok!